Elsőként a hagyományőrök sütötték el az ágyukat a Klapka György lövészdandár laktanyájában. Fegyvernemi napjukat ünnepelték a tüzérek, az ilyenkor szokásos hagyományok szerint. Szent Borbála a tüzérek, tűzszerészek, bányászok, kohászok védőszentje. Ezen a napon az újdonsült és a tiszteletbeli tüzérek avatása tatán már tradíció. Ezt a napot használjuk fel arra, hogy megemlékezzünk régi tüzérhagyományainkra, illetve a mögöttem látható eszközökkel kerül majd végrehajtásra tüzéravatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit ezen a rendezvényen fogjuk felavatni, illetve terveim szerint az alakulatparancsnokát is, aki ugye harckocsizó fegyvernemű, de meglepetésképpen őt is szeretnénk tiszteletben tüzéreavatni a mai napon. A hagyományos rend szerint az avatandó tüzérszakos honvédtisztjelölteknek el kell sütniük egy löveget, jelen esetben egy D-20-as ágyutarackot, és ettől a pillanattól kezdve hivatalosan is a közösség tagjaivá válnak. Hát ez az első mozdulat, amikor igazából mondhatjuk, hogy élessel, csak vaklőszerre fogunk lőni, de úgymond éles körülmények között találkozik az eszközzel, és az első lövés leadása után válik igazából tüzérre. Nagyon jó hagyományokat ápolunk a komáromi hagyományőrző, 1848-1849-es hagyományőrző csoporttal, illetve a Magyar Tartalékos Szövetség tüzérhagyományőrzőivel. Mai nap ők is reprezentálják magukat egy-egy löveggel, egy 6 fontos tarackkal Komáromból, illetve a Tartalékos Szövetségtől pedig egy 38 mintájú II. Világháborús taracka. A ceremónia azonban még nem merül ki ennyiben. Eszek a fasz tüzér! Köszönöm, öreg tüzér! Eszek a fasz tüzér! Köszönöm, öreg tüzér! Miután a töltőpálcával is felavatták a tüzéreket és elfogyasztották a tüzér rettenetes névre keresztelt pálinkát, ünnepélyes esküt tettek az egybegyűltek előtt.